Charlie vagyok, ez pedig itt az elcigitasztek. A mai videóban elmélyülünk a lélek rejtelmeiben, és megismerkedünk a zennel. Na, nézzük közelebbről. Mi ez a zen? Miért jó ez nekünk? Összerakom gyári állapotára, és megnézzük, hogy hogy fest ez valójában. Azt kell róla tudni, hogy ez egy DNA 30-as készülék, és Alessuzamben így érkezik meg a gyártótól, vagy használtan jobbik esetben, ha vesszük, és itt van hátul egy lézer gravírozott matrica, vagy 3D-s, vagy hologrammos. És a felirat rajta, Not Made in China. Na, ez már tetszik. Rajta van még egy sorszám, 00536, ZNA by Zen. A dobozban nincsen más, így mutatom, ennyire egyszerű az egész. Ez a kis készülék van, mindjárt megnézzük közelebbről, és megvizsgáljuk, akkor látjuk, hogy ez igen szűk a 18650-nek, úgyhogy ebbe 18490 vagy 18500-as méretkódú aksik szükségesek, de a kedves ismerősöm, akitől ezt kölcsön kaptam, ő csináltatott hozzá egy 18650-hez mérhető és annak megfelelő akkuhüvelyt. Én ezzel fogom kipróbálni most, illetve ez fog a tesztben is szerepelni. Nagyon jó pirít, 0,9 ohm, majdnem 13 watt. Így néz ki a történet egyébként. Tehát itt van pont egy újnyi rész. Nézzük meg közelebbről, hogy hogy néz ki ez. Nos, itt van a zen, ahogy megkapjuk dobozban, és az előbb, amit mutattam, itt van a hátulján a felirat, Not Made in China, és ott van a sorozatszám. Erre még majd külön kitérünk, hogy még hol van a sorozatszám. Itt a doboz, nem sok minden tartalmaz, összvisz a modot, és egy nagyon frankó kis majmos rézcsövet. Fönt az 5-10 csatlakozó, amit innen nem tudunk állítani. Itt az elsütő billentyű, plusz-minusz állítási lehetőség. Szedjük szét. Először itt nézzük a csövet. Ha belülről megtapízzuk, megfogdossuk, érezzük, hogy nincs éle ezeknek. Nagyon szépen meg van munkálva egyébként a cső és az összes kiegészítő rajta. A készüléken láthatjuk, hogy ez igen masszívan kidolgozott menet. Itt sem látunk semmi sorját, semmit, ami ki tudná kezdeni az ujjunkat. Ez egyébként M20-szor másfeles menetemelkedéssel van, tehát a itthon kapható csövek jó eséllyel nem jók rá, úgyhogy külön kell készítetni hozzá, ezt majd később
meg is említem. Amit láthatunk még, ez maga ugye az elektronika, illetve a DNA 30-as csipet ez foglalja magába, itt a kis fekete ajtó mögött, amit a gyártó hologramos matricákkal látott el itt fönt is, tehát hogyha veszünk esetleg valakitől használtan, akkor ezeket nézzük meg. Ott van egy Zen logós matrica, illetve itt lent látjuk, és láthatjuk, hogy itt is szerepel a 0536-os sorozatszám. Nem tudjuk megbontani, anélkül, hogy ezt a matricát eltávolítanánk, de értelemszerűen akkor a garanciánk is ugrik. A 5-10 csatlakozót, illetve itt belülről, hogy mennyire feszüljön neki az akunak a pozitív érintkezőnk, ezzel a kis csavarral tudjuk finom beállítani. Igazából nem volt rá szükség, hozzákapott csővel a gyári beállítással is tökéletesen működött. Ezzel a csővel, ami hozzájár, ugye ez 18-490-es aksit tudunk belerakni, de mivel ez ugye DNA 30-as elektronika, ezért jó eséllyel vagy sok aksit kell magunknál tartani, vagy ha nem tartunk magunknál sok aksit, és mondjuk 20 watt fölött használjuk, akkor azért szemmel láthatóan fog csökkenni az akunk kapacitása, úgyhogy én javaslom azt, amit tett a tulajdonosa is, elment és egy megmunkáló műhelyben készítetett hozzá egy ilyen 18650-hez méretezett részcsövet. Ezzel össze is szerelem. Úgy, belehelyezzük az aksit. Belehelyezzük a lezáró elemet, amit látjuk, hogy itt középen van egy kis rúgós rész, és maga a gázelvezető furat, ami elég méretesre sikeredett. Ezt rátekerjük. És már látjuk is a feliratot. Ezt kikapcsolom újra, kiveszem az aksit, hogy meg tudjuk nézni. És itt is visszaköszön Zen ZNA, és a sorozat számát láthatjuk. És utána rögtön az előre beállított értéket. Az elektronikáról túl sokat nem kívánok beszélni, ugyanaz, mint amit már korábban is mondjuk a Vapor Sharknál megismertünk. Annyi különbség van, hogyha a DNA 30-nál beállítjuk az értéket, amit szeretnénk használni, és hogy ne piszkáljuk el ezt esetleg véletlen. Ezt a plusz-minuszt egyszerre 12 watt, a plusz-minuszt egyszerre, ha megnyomjuk és nyomva tartjuk, ha jól emlékszem, 5 másodpercig, akkor kiírja, hogy power locked, és innentől kezdve nem tudunk véletlen teljesítményt elállítani. Ha ezt újra megnyomjuk, akkor ki tudjuk vele kapcsolni ezt a zsebzár funkciónak is nevezhető dolgot. Úgy. És tudjuk állítani. Helyezzünk rá egy kazánt. És nézzük meg, hogy egyáltalán ad-e ki magából gőzt. Muszáj volt. Nézzük meg élesben. Nézzük meg akkor játék közben a zent. Nem rossz az aranyos. Amit el lehet erről a készülékről mondani, az az, hogy baromi szép. Még ezzel a csővel is, ami ugye látjuk azért, hogy nem a gyári méret, hát illetve gyári méret, mert gyáriban is lehet ekkora csövet kapni hozzá. Ami a DNA 20-ban szerethető volt,
az ebben ugyanúgy megtalálható, sőt ezzel a dupla klikkes lezárással nagyon pozitív irányba fejlődött, hiszen nem tudjuk véletlen elállítgatni a készülékünket azzal, hogy véletlen esetleg nyomkorásszuk és elállítjuk a teljesítményt. A kézben foghatósága az számomra nagyon jó. Az első több billentyűjére panaszom nem lehet, gyönyörűen ki van dolgozva az is, és nagyon ötletes ezzel a csapos megoldással, hogy tehát gyakorlatilag e körül fordul el, és bárhol megtaláljuk a nyomáspontot, ami nekünk megfelelő. Ami számomra kicsit zavaró volt, a kazánom az be van állítva egy másik készülékhez, mondhatjuk, hogy hát minek kéne hozzá kazánt állítani, hiszen egyszer beállítjuk hozzá, és az jó lehet, tehát ez nagyon nem róható föl neki hiányosságként. Engem kicsit zavartak ezek a nagyon precízen, de mégis nagyon élesen megmunkált letörések. A vége az számomra a gyári csövével kicsit kényelmetlenül hegyes volt, de egyébként a tulajdonos is azt mondja, hogy megszokható, szerethető, a gombok azok mint egy kis rúd élesen le vannak törve, tehát az még egyeseknek fura lehet, bánthatja a kezét. Egyébként mondom, tehát ezzel a 18650-es kiegészítéssel, illetve csőtoldattal nagyon jól kézbe áll a történet, és egyébként a kazánt rátekerve is roppant egyben van a történet. És hát a gőzképzése az a már megszokott. Azt el lehet róla mondani, viszont ugye, hogy DNA 30-as, tehát akár 30 wattig el tudunk vele pirickázni, úgyhogy mindenképpen javasolt egy méltó cella hozzá, ami a megfelelő áramkorláttal bír, az legyen akár mondjuk egy 30 amperes Sony aksi, vagy egy 35 amperes FS-t. Ezt a kettőt bátran javaslom mindenkinek hozzá. Ha meg nem ilyet rak bele, vagy nem ezzel a hosszabbik csővel, hanem a rövidebbikkel használja, akkor ne csodálkozzon azon, hogyha idő előtt merül. Én kipróbáltam 18500-as AVIMR-rel, és hát 22 watton durván 10-15 perc alatt egy jó 25%-ot esett a teljesítménye a cellának. Tehát azért föl kell készülni vele, hogyha az ember a hozzáméltó teljesítményen próbál játszani ezzel a készülékkel. Nézzük akkor a pozitívumot, negatívumot. Kezdjük a negatívummal. Gyárilag a rövidebb csővel érkezik, és ez a 18490, ez nem nagyon sokra elég, illetve inkább kevés, viszont méretben akkor nagyon együtt van a történet. Negatívum még számomra, de hát ugye stílusról és divatról az ember ne vitázzon, mert az vagy tetszik valakinek, vagy nem, ízlések és pofonok. Nekem nagyon éles, nagyon hegyes a megmunkálása a modnak, már-már a kényelmetlen határát súrolja nekem, de hát mondom, ízlések és pofonok, ezt meg lehet szokni. Pozitívum. Méretes gázelvezető, furat, a DNA 30 elektronika eddig megszokott jóságait kiegészítették még ezzel a kvázi teljesítmény zsebzárral. Nagyon szép a kidolgozása az elsütő gomnak, tűzgomnak, ki hogy szereti hívni.
És az egész történet úgy, ahogy van, nagyon egyben van. Negatívumként még föl lehet sorolni az árát, ugye, ami hozza azt, hogy amire kereslet van, azt veszik. Ez a mod használtan úgy került a tulajdonossához, hogy egy licit oldalon licitált rá, és kicsivel több mint 550 dollárért vette. Mindenki eldöntheti, hogy mi az, ami megéri neki, mi az, ami nem. Valamit vagy lehet kapni, és akkor az meghatározza az árát, vagy nem lehet kapni, és akkor az szépen felsorolja a már piacon levőknek az értékét. Ő eldöntötte, hogy ez neki ennyit megér, mindenkinek szíve joga ilyen döntéseket hozni. Én azt mondom, hogy ez az ár egy picit sok érte, nem biztos, hogy ennyit kiadnék egy ilyen DNA 30-as készülékért, de neki ez volt az álma, ez volt a vágya, szíve lelke rajta. De ez volt a Zen ZNA-nak a bemutatója, remélem tudtam nektek segíteni, sziasztok!